Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, néhány hírt szeretnék megmutatni ezúttal. sziától Péter lesz a főszereplő, illetve az a néhány kijelentése, amit az új világrenddel kapcsolatban mondott. Ezek némelyik egészen friss, míg mások valamikor az elmúlt évek során keletkeztek, azonban mindenképpen egy irányba mutat az egész. Ő is elismeri, mint ahogy szerintem már a mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a világban valóban kialakulóban van egy új világrend, még akkor is, Hogyha csak egyszerűen elfogadjuk azt, hogy az a világrendszer, amiben most élünk, az végérvényesen el fog tűnni, meg fog változni, és a helyét átvesz egy új. It is a big idea. A new world order. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Értelemszerűen mindenki reménykedik abban, hogy ez valami nagyszerű lesz és jobb lesz, mint amilyen most. El kell szomorítanom mindenkit, hogyha tudnának az emberek olvasni a sorok között, illetve egy kicsit a függöny mögé nézni, akkor látnák, hogy az új világrend az egy technológián alapuló kommunista jellegű diktatúra lesz. Egy világ kormányjal, és mindenki, aki annak része lesz, kénytelen lesz úgy táncolni, ahogy fütyülnek, hogyha szeretne enni-inni tetőt a feje fölé. One of us. Mielőtt ennek nekivágunk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nem feltétlenül ez a legérdekesebb az összes hír közül. Ez január 8-ai, mikor is Szijjártó Péter úgy fogalmaz a Facebook oldalán, hogy minden fel lehető és komolyan vehető statisztika szerint az idei év lesz a politika szuperbólja, hiszen korábban még soha nem fordult elő az, hogy egy esztendő során a világ 78 országában tartsanak választásokat, amelyeknek eredményei köze 4 milliárd embert érintenek majd közvetlenül. Az európai politika nagy része megrendezett. A választásokról csak annyit, hogy ezeket az embereket mi nem választjuk meg, nem mi döntjük el, hogy kikerül oda. Mi csak elmegyünk szavazni, azok, akik elmennek szavazni, különösen ugye az országos választásokat, ami illeti kiválasztják azok közül, akik elérhetők a számukra legmegfelelőbbet, annak megfelelően, hogy milyen fajta propagandát fogyasztottak leginkább az elmúlt években, legalábbis a választásokat megelőző években, és épp az merre sodorja őket. Ha már az új világrendről van szó, We have a real at this new world order. akkor itt van egy bejátszás, ez Euronews két évvel ezelőtti Visegrádi találkozóról szóló tudósítása. Ez a videó még valamikor a kinevezése kezdetén. A Visegrádi országok együttműködésüknek köszönhetően a világjárvány utáni új világrend új nyertesei között lehetnek, jelentette ki a magyar külügyminiszter a v találkozóján a lengyelországi lodge az új feladat a magyar gazdasági érdekek érvényesítése az új világrendben. Új világrend. Az új világrendben. A new world order. Az új világrendben. It is a big idea. A new world order. Egészen pontosan, hogy kell ezt értenünk, és fele mutathat ez az új világrend, ez az új világrend, ez az új világrend. Egy új világrendről beszél. Oly sokszor hallottuk már ezt a kifejezést, hogy az emberek teljesen hozzászoktak, és én nem sok hatást akarok elérni ezzel, csak azt szeretném demonstrálni, hogy amikor 7-8 évvel ezelőtt erről beszéltem, meg 20-30 évvel ezelőtt azok, akik már akkor felébredtek, erről beszéltek, akkor mindannyian őrültek voltunk. Most viszont látja már mindenki, hogy mely az az irány, ahova a világ tart. Ez a többpólusú rendszer, ez ismerős lehet George Orwell 1984 című művéből, ahol egy folyamatos háború zajlott, azt hiszem, hogy két vagy három nagy régió között, melyre a világot felosztották. They kind of catapult the propaganda. Az érdekes az volt, hogy soha nem tudta meg senki, hogy valójában mi történik, csak a híreket olvasták, és a főhősnek az volt a feladata, hogy a múltat átírja, szó szerint ez volt a feladata. Nézze át felé a régi cikkeket, könyveket, mindent, átfogalmazza azokat, és aztán azok jelennek meg újra és újra. De hát ugye ez lenne a mostani Mandela effektus, amiről oly sokat beszélnek az emberek. Ne. De de a világ az kétség kívül több pólusú lesz, és az nagyszerű lehetőséget teremt majd az elitnek arra, hogy az embereket örök félelemben tartsa, hogy meg fognak támadni minket ezek a gonosz ázsiaiak, az oroszok, meg a kínaiak. Kind of a propaganda mi az, hogy kis ország? Hogyha a világ egy jelentős része egyetért abban, hogy igen, egyesülniük kell, vagy legalábbis ezeknek a blokkok országai egyetértenek, utána annak nincsen ellenállás. Valaki vagy csatlakozik, vagy vállalja a küzdelmet egyedül, vagy egyszerűen csak elfoglalja egy nagyobb hatalom, és beolvasztja saját magából. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a jahuautja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.